Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István a kormány szóvivője és a KDF parlamenti képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Az elmúlt hét elég érdekes volt, például a CEU ormán, a CEU épületére kikerült a palesztin zászló. Azt hittem, hogy a palesztin nagykövet tartózkodik az épületbe, persze nem létező államnak nem létező nagykövete, de ez nem az én feladatom, de ő éppen nincs itt, mert valamiért megsértődött és hazarendelték. Mégis kim volt a palesztin zászló. Mi történik a CEU-n? Hát valóban ez az egyik eset. Ez egy nyilvánvalóan antiszemita akció. Ha jól láttam, a CEU most arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy nem tudtak róla. Azt gondolom, hogy mind a két eset baj. Tehát, hogyha tudtak róla, akkor azért baj. Ha meg nem tudtak róla, és egy napig ott volt, és észre se vették, akkor meg azért baj. Na de az előadás is problematikus volt. Tehát ma a 2019-ben az Európai Unió kellős közepén, egy európai tagállam fővárosában, amely rendszeresen kiáll a zsidó államért, legalább annyira, mint az Amerikai Egyesült Államok, meg normális haladó erők, akkor nem lehet izraelellenes kampányt tartani egy közoktatási intézményben, vagy talán mégis? Ugye ez egy magánintézmény, azt szögezzük le. Valóban, tehát egyetértek az állításával, nem nagyon, tehát azt látom, hogy a Soros Egyetem sok kárt okozott már Magyarországnak és Európának is. Végre, amikor a kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, meg tudjuk védeni a magyar zsidó közösségeket, és eredményeket tudunk ebben az ügyben elérni, akkor éppen a Soros Egyetemen tartanak egy antiszemita előadást. Ezt nem gondolom, hogy sokan segítene az antiszemitizmus elleni küzdelemben. És hát ott van a másik Soros Egyetemhez kapcsolódó ügy, azért azt se felejtsük el, ami egészen példátlan, hogy a CEU egyik tanára, egy történelem professzor, Kovács M. Mária, ugye Orbán Viktor halálát kívánta a Facebookon. Többen vicceskedve kommenteltek is alá, és az a helyzet, hogy a Soros Egyetem mai napig nem... Hívjuk CEU-nak. Hívjuk CEU-nak, de... Ebben a stúdióban nem sorosozunk, ha bár Izraelnek életében egy forintot nem adott, és az ő általa alapított egyetemen úgy tűnik, hogy még antiszemitának is lehet lenni. Ez már nem demokrácia, ez már anarchia, tehát a szólásszabadságnak pontosan a fordítottja. Ebbe belefér az is, én nem ismerem a professzor asszonyt, de aki nem tud disztingválni, disztingválásról lehet szó. Mert ha valakit nem szeretek, azt másképpen is meg lehet mondani, nem a halálát kívánni. Demokrácia úgy, hogy 4 évente elmegyünk és szavazunk, tehát nyilván ez a lehetőség adott volt a történelem professzor asszonynak is. De egészen elképesztő, hogy ebben a CEU csöndben van, az ellenzéki pártok és a liberális megmondó emberek közül pedig egyetlen egy ember nem mondta azt, hogy azért álljon meg a menet, ilyet nem lehet mondani. A szólásszabadságban persze még ez is belefér, hogyha tágan értelmezzük, de mégiscsak azért azt gondolom, hogy egy politikai küzdelemben az nem megengedhető, hogy a politikai ellenfelünket, politikai ellenfelünknek a halálát kívánjuk. Ez nem, annál nem fér is bele. Inkább, minek utána annak is vannak szülei, gyermekei, és ez a gyűlöletkeltésnek. De ha már a gyűlöletkeltésről beszélünk, tegnap a Kormányinfón szó volt, azt hiszem én vetettem föl, hogy van egy mozgalom, ami nem a parlament tagja, mégis vannak parlamenti képviselői, mégis van hadserege, egyenruhája. A miniszterelnök hivatalt vezető miniszter kérdésre válaszolva azt mondta, hogy Magyarországon törvények vannak, és a fegyveres testületeket az állam ellenőrzi és hozza létre, nem más. Na de könyörgöm, ezek az úriemberek ugyanúgy fognak masírozni, mint elődjeik, akiket betiltottak, sőt, ha jól figyeltem oda,
ennek a mozgalomnak az egyik parlamenti képviselője még büszke is volt a magyar gárdára, és feltételezhetően őket vizsga nélkül majd fölveszik, és újraavatják őket, csak itt most nem fekete-fehér lesz az egyenruhájuk, hanem valami egész más. A magyar gárdát a Fidesz kormány tiltotta be és szüntette meg. Ez így van. Ha azt látjuk, hogy valóban megint egy ilyen paramilitáris, saját ilyen párthoz kötődő magánhadsereg próbál meg megalakulni, akkor a magyar kormány ugyanígy fog eljárni. A bejegyzésük a magyar bíróságon van, és hamarosan jóvá is hagyják. Ezért mondom, hogy mindent a szükséges lépést a kormány meg fog tenni. Tehát nem kell, hogy aggódjunk, hogy most ugyan terepszínűbe és nem fekete-fehérbe fognak masírozni, és ki tudja, kinek az érdekeit képviselni. Napokon belül, pontosan 10 napon belül választásra kerül sor, számolnom kéne tudni, plusz-minusz 26-án reggel. Az előbb már utalt rá, hogy persze nem az én szavaimmal, én azt szoktam mondani, hogy nem pampogni kell, hanem fölkelni és elmenni szavazni. 26-án reggel mindenki fölkelhet és elmehet szíve joga szerint a választófülkébe azt a papírdarabot betenni, amit jónak lát, vagy azt beixelni, amit jónak lát. Ön szerint föl fognak-e kelni? Nagy számban föl fognak kelni? Tudom, hogy ön nem időjós, de mint politikus érzi a találkozókról, a fórumokon, hogy az emberek mennyire vannak érdekelve. A Fidesz és a KDNP most fejezte be az országjárását. Több tízezer emberrel találkoztunk ezeken a fórumokon. Én ezeken azt tapasztaltam, hogy a magyar emberek látják és érzik, hogy mi a tétje az európai parlamenti választásnak, látják és érzik, hogy ennek az európai parlamenti választásnak kihatása lesz Magyarországra. Magyarország ma egy erős növekedésben levő ország, és ahhoz, hogy a növekedési ütemünket és a biztonságunkat meg tudjuk őrizni, ahhoz számunkra egy biztonságos és egy erős, jól működő Európára van szükség. Ma Európa nem biztonságos, nem működik jól, és nincs növekedés, és nincsen siker. Tehát az Európai Uniót, az európai együttműködést meg kell újítani, a bevándorlásra egy határozott választ kell adni az Európai Uniónak, és az európai zsidó-keresztény európai kultúrát pedig meg kell védeni. Ez a tétje, és én azt látom, hogy a magyar emberek ezt érzik, látják, úgyhogy én abban reménykedem, hogy sokan fognak elmenni, és szavazni fognak, hiszen fontos döntést kell hoznunk. Mi úgy látjuk, hogy az Európai Unió akkor terelhető egy új és egy másik irányba, hogyha az európai intézmények élére bevándorlást ellenző politikusok tudnak kerülni. Ha a magyar emberek is ezt szeretnék, akkor szavazzanak a Fidesz-KDNP listájára. Ez nem a kampány volt, de ennyi belefért. Túl vagyunk 26-án, megtörténtek a választások, kiderült, hogy ki kire szavazott, nem hogy, hanem hogy ki milyen eredményeket ért el. Van több európai politikus, aki, ahogy angolul mondják, azt mondja, I am available, van időm, és felajánlom a közért a munkámat. Az egyik ilyen a német kancellár Angela Merkel is meg nem erősített hírek szerint azt mondta, hogy boldogan szerepet vállalna az Európai Unió, bármely vezetését magára vállalná. Mi erről önnek a véleménye? A néppárttal kapcsolatos vitába keveredtünk a néppárttal. Abban a vitában is azt mondtuk, hogy várjuk meg az emberek döntését. Ez egy kiváló alkalom, és azt gondolom, hogy a választás végeredményéből, az európai választás végeredményéből ki tudjuk olvasni, ki lehet majd olvasni, hogy mit szeretnének az európai emberek. És azt gondolom, hogy a vezetőknek kötelességük aszerint cselekedni, amely utat és amilyen szándékot az európai polgárok kijelöltek számukra. Éppen ezért május 26-át meg kell várni, és aszerint kell majd cselekedni, amilyen irányt az állampolgárok, választók szabnak számunkra. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban egyre több állampolgár elégedetlen Európával, szeretik az Európai Uniót, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb az Európai Unió elismertsége,
De ugyanakkor a brüsszeli bürokráciával való elégedetlenség az is magas. Tehát az európai együttműködésre, tehát ebből látszik, hogy a magyar emberek látják, az európai együttműködésre szükség van, de azt is látják, hogy a jelenlegi brüsszeli bürokráciát és a brüsszeli elitet, aki egy buborékban él, sajátos nyelvezete van, és teljesen elszakadt az európai valóságtól. Ezt az elitet le kell váltani, mert az elmúlt 5 év bebizonyította, hogy ők a problémát nem megoldani tudják, hanem csak súlyosbítják azokat. Úgy tűnik, hogy Jávor Benedek akkor a Fidesz tagja lett, hisz ma reggel vendégem volt, és ő is azt erősítette meg, hogy igen, a ráncokat fel kéne varni, és egy csomó mindent újra kéne kezdeni, vagy át kéne alakítani. Úgy látszik, hogy ez a fajta felismerés, ez átível párthatárokon. Értem, de azért mégis van 28 tagállam. Vannak az alapító tagállamok, vannak a futottak még, vannak a kelet-közép-európaiak, és ha végignézzük, hogy a vezető... Valaképpen most akar kilépni, vagy fog, valamikor most már. Igen, ha kilép. Ha kilép. Mi ezt sajnáljuk, de valószínűleg ez lesz. Igen, de ha végignézzük a történelmét, hogy kik voltak például, itt van előttem, nem tudom még a nevét sem elrontani, az én kedvencem, Juncker úr, azért mégsem egy nagy hatalomnak volt a képviselője. Mégis rányomta a bélyegét, a gondolatait, a kedves és a nagyon nem kedves pillanatait az egész Európai Unió működésére, és sorolhatnám így tovább. Tehát csak kell, hogy legyen valami elképzelés, hogy ez a sok spiccen kandidát közül végül is biztos a harmadik fog győzni, illetve aki nem is indult, mert más nem lehet. Azért kell, hogy valami rendszer legyen, hogy mindenki valahogy képviselve legyen, és a biztosok sem legyenek olyanok, mint például a külügyi biztos, aki a kedvencem, aki mindig egészen mást mondott a hölgy, mint amit az országok, a tagországok akartak. Sőt, hát ugye az Európai Unióban, csak hogy itt az utolsó mondatához csatlakozzak, ugye külügyi területen egyhangúság szükséges, tehát csak akkor van az Európai Uniónak külpolitikai álláspontja, hogyha azt osztja mind a 28 tagállam. Na most a... Mogherini asszonyt ez soha nem érdekelte. Mogherini asszonyt ez nem nagyon érdekelte, tehát nagyon határozottan beszélt olyan külpolitikai kérdésekben, amelyben hát messze nincs egyetértés az Európai Unió tagállamai között. De az Európai Unió zászlója előtt mondta ezt mindig és mindenhol, és olyan határozottan, mintha ez az uniónak a véleménye lenne. Hát azt gondolom, hogy ez is egy jó példa, és ez is egy példa, sok példa közül, hogy miért nem működik ma jól az Európai Unió. És ezért mondjuk azt, hogy az európai elitet, azt le kell váltani. És ezért mondtuk mi a néppárti vita kapcsán is azt, hogy a néppárt fontolja meg, hogy nem a német modellt választja, ami a szociáldemokratáknak és a néppártnak egy nagy koalícióját jelenti, hanem fontolja meg az osztrák modellt, ami a jobb közép és a jobboldali pártok együttműködéséből áll, hiszen azt láthatjuk, hogy ha egy kereszténydemokrata formáció, egy jobb közép formáció nagy koalícióban van hosszú időn keresztül a szociáldemokratákkal, az előbb vagy utóbb, de oda fog vezetni, hogy elveszíti a karakterét, és akkora kompromisszumokat kell hozni a saját politikájában, ami tulajdonképpen megszünteti az ő kereszténydemokrata jellegét. Köszönöm, hogy mindezt ma reggel elmondta. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy befáradt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Palogyai István, a tudományos újságírás egyik mintája. Tartsanak velünk!